Szeretettel köszöntöm Önöket, Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat látják. A mai műsorban egy sárbogárdi fiatalember bámulatos történetét szeretném Önöknek bemutatni. A stúdióban köszöntöm Tanárki Gábort és barátját Szűcs Ágnest, akik itt arról fognak nekünk mesélni, hogy Gábor hogyan éli mindennapjait, és milyen betegséggel küzd, és hogy hogyan tud esetleg példát mutatni a többi embertársának. Szeretettel köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. És köszönöm. Kezdjük az elején. Ugye egy betegségben szenved, amire 3 éves korában derült fény. Miről van szó pontosan? Ez egy izomsorvadás. 3 éves koromban vették észre. Akkor kezdődtek ezzel kapcsolatban kivizsgálások, és 3 éves korom óta idáig gyakorlatilag romlik az állapotom. De a mindennapokban úgy gondolom, hogy elég jól boldogulok ennek ellenére. Ez nagyon jó, hogy ehhez képest is mosolyogva látjuk. Kicsit menjünk vissza az elejére. Hogyan diagnosztizálták ezt az izomsorvadást önnél? Pécsen diagnosztizálták. Volt, bent feküdtem kórházba, történtek vizsgálatok. És azóta vizsgálatok olyanok már nincsenek, amilyenek voltak. De A szülei hogyan vették észre, hogy probléma van? Hiszen azért ugye a gyerek fejlődésénél azt azért lehet látni, hogy mondjuk 1 éves kora körül elkezd járni, aztán a beszéd indul, és a többi. Voltak ilyen problémák? A házi orvosunk vette észre, hogy furcsán megyek föl a lépcsőn, hogy már 3 éves voltam, de még mindig használtam a korlátot, és nem úgy raktam a lábam, ahogy kellett volna, bizonytalan voltam, és innen indultunk el. És akkor az első egy-két vizsgálat az itt Fehérváron történt? Nem, először a helyén Pál kórházban voltam, de ott nem minden úgy történt, ahogy kellett volna. Az mit aztán jelent? Hát volt olyan, hogy nem is rólam beszéltek, meg ilyenek szóval. Mm. És akkor mentünk tovább Pécsre, ahol teljes kivizsgálás megtörtént, és ott diagnosztizálták ezt az izomsorvadást. Gondolom, hogy ez hát gyerekként ugye ezt még ennyi idősen nem fogta fel. Egyáltalán. Emlékei szerint a szülei mit szóltak akkor, amikor ezzel a diagnózissal szembeállították őket? Hát nem igazán emlékszem rá, de ha a gyerekkoromra az egészre visszagondolok, soha nem volt ilyen siránkozás, vagy rossz kedv, vagy ilyesmi emiatt. Szóval én nem is szembesültem úgy azzal, hogy bármi bajom lenne. Az első szembesülés az óvodában volt, amikor körbe kellett futni az óvodát tesi órán, és amikor többiek 3-szor körbeértek, én csak 1-szer, és ez akkor feltűnt. De körülbelül ennyit is foglalkoztam vele, hogy akkor úgy éreztem, hogy itt valami más. Uh-huh. És a későbbiekben, mert ahogy nőtt, azért a tudata is hát változott. Igen. Hát úgy egyre jobban felismertem, hogy mi is ez pontosan. Uh-huh. Na, egy picit mindjárt folytatjuk ezt a részét, itt ül a stúdióban Szűcs Ágnes is, aki segítője, barátja. Most egy jó ideje, most már ismét találkoztak és egymás barátjává váltak, hiszen a Hangszíntér iskolába találkoztak. Ugye akkor még nem voltak az iskolás évben, a korai években olyan nagy problémák. Én arra emlékszem, hogy akkor Gábor még tudott járni, ugyan bottal, de nem bottal. Nem voltál az elején, de aztán a 4. évfolyamban azért már ott kellett. Egy segédeszközöm volt, egy kis elektromos roller. Ja, roller? Igen, de nem volt. Akkor én rosszul emlékszem, mert amikor végül is aztán későbbiekben egy táncvilágnapi est volt, akkor jöttél annak a segítségével, ne haragudj, akkor az én emlékeim homályosultnak, hát a rosszabb emlékeket az ember elfelejti, bot használat és vagy kerekes elektromos roller, viszont Gábor nagyon szépen elvégezte a Hangszíntér Művészeti Iskolában az animációs tagozaton végzett, és azóta követem az ő kis életét, és én akkor csak annyit tudtam tenni, hogy a táncvilágnapi estet, amit az alafokos kis táncosaimnak a műsora jelenti, hát úgymond jótékonysági esté varázsoltam, ahol egy bizonyos szerény összeg összegyűlt, amit átadtam Gábornak, illetve és a szüleinek, amit azóta is őriznek a számlájukon, hogy hát ha egyszer majd sikerül egy olyan dologra, olyan eredményes dologra felhasználni, amivel tudunk
fejlődni, jobbá tenni az ő életminőségét. És egy picit menjünk vissza oda, hogy ugye a diagnózis időpontjában azért ugye jósolgattak. És ugye azt tudjuk, hogy azért az izomsorvadással járó betegség azért nagyon csúnya diagnózissal jár. Az nagyon csúnya. Illetve prognózissal, ha így is mondhatom. Hát jósoltak 3 évet, 5 évet, vagy 5 éves koromig, 8 éves koromig, 10 éves koromig, és még mindig itt vagyok, tehát ezt az időpontot mindig kitolták. Most pedig már nem jósolnak semmit. Ezt gondolom már nem mernek, mert mindig túléltem azt, amit megjósoltak. Hát ez nagyon jó hallani, de egyébként egy ilyen diagnózis árnyékában élni milyen érzés? Nem sokat foglalkoztam ezzel soha. Hogy se az évekkel, se azzal, hogy mi van, csak jöttek-e hétköznapok, én megmentem vele. És mi az, ami viszi előre? Hát nehéz ezt megmagyarázni, mert soha nem volt egy konkrét dolog, ami miatt akármit is csináltam. Én így éltem az életemet. Ehhez szoktam hozzá, hogy vannak nehézségek, vannak könnyebb napok, nehezebb napok, valamit is nagyon nehezen tudok megoldani, de sok segítséget is kapok ugyanakkor, akár ismeretlenektől is. És ahogy jöttek a dolgok, úgy kellett mindig megoldani őket. Ez nagyon jó, akkor ezek szerint egy nagyon erős pozitív szemlélet van a háttérben. Igen. Maga az állapot romlása, az milyen folyamattal jár? Ugye azt mondta, hogy az óvodáskorban már azért jelentkeztek ennek tünetei, és hát ugye ma már tolószékben ül. Ez mióta tart ez az állapot, és hogyan voltak a fokozatok? Hát a fokozat az a második az általános iskolában volt, amikor teremről teremre kellett volna járni, de az nekem túl hosszú volt ahhoz, hogy ezt a 10-15 perces szünetben megtegyem. És ez volt a második ilyen felismerés, amikor jöttek a 8-asok, felkaptak, és akkor átvittek a másik terembe. Aztán a középiskolában, amikor elkerültem, ott használtam ezt az elektromos rollert, egy segédeszközt. Ott ezzel boldogultam a kollégiumtól az iskoláig, de ott sem okozott ez különösebb problémát. És tolószékben mikor került? Tolószékben 2015-ben kerültem, amikor... Tehát akkor ez még nagyon? Igen, friss. A közelmúltban volt. Igen, akkor 2012-ben kiderült, hogy van egy vesebetegségem is, amit 2015 óta már dialízisre is szorulok, tehát leállt mindkét vesém. És ezt lehet tudni, hogy mitől van? Ez egy vesegyulladás volt. És ez váltotta ki azt, hogy idővel szépen leépült a vesém. Akkor sokat töltöttem kórházba a vesével kapcsolatban is. Ott kaptam egy szteroidos kezelést, ami a vesémre sajnos nem használt, de az izomsorvadás akkor rosszabbá tette. Tehát sokkal gyengébb lettem tőle hirtelen. Uh-huh. Hát, 10 napig feküdtem teljes maga tehetetlenül. Ahhoz képest ma már tudok ülni, írni, enni. És ez a visszafele javulás, ez hogy történt? Tehát minek köszönhető? Mondjuk vannak olyan kezelések, terápiák? Kezelések is, hatásán... meg azt a szteroidot elhagytam. Uh-huh. Orvosi utasításra persze. Járok egy csontkovácshoz, aki nagyon sokat segített, az meg gyógymasszőr is egyben. És ahogy szintén, ahogy jöttek a mindennapok, egyre jobb lett. Egyre több mindent tudtam megcsinálni, minden könnyebb lett ebből a magatehetetlenségből, és most itt tartok. Akkor ez azt jelenti, hogy lehetséges az, hogy mondjuk ez a folyamat még tovább tud javulni? Hát egy picivel ezt még biztosan lehet, hogy jobbá tenni, ez 100%, de magát az izomsorvadást azt megállítani nem lehet. Uh-huh. Tehát arra nincsen gyógymód. Uh-huh. És azt elmondták egyébként az orvosok, hogy ennek milyen következő fázisai lehetnek, hogy mire lehet számítani? Hát mi az, amit majd akkor túlteszi magát, hogy ez nem lesz? Hát az izmaim elvileg idővel teljesen el fognak sorvadni, tehát ez gyakorlatilag eltűnnek a csontokról az izmok, és akkor szintén teljes magatehetetlen leszek idővel. De ezt az időt próbáljuk meg minél inkább későbbre tolni. És ezt mivel lehet húzni, ezt az időt? Ez gyógytornával, gyógymasszázsral, különböző mozgásszervi terápiákkal. Mert hogy gyógyszer ugye nincs rá, azt tudom, hogy ez egy genetikai eredetű betegség, ugye? Uh-huh. És akkor itt van az ön segítő szerepe szintén, hiszen ugye
Egy jó ideje már felkarolta Gábor. Igen. Gábort, és hát ugye próbálja segíteni. Hogyan, mivel? Igen. Hát először is tönkrement a számítógépe, tehát évek óta nem tudott számítógéphez jutni, és én a tavalyi évben megígértem neki, hogy remélem, hogy egy éven belül sikerül neki szereznem egy laptopot, ami hál' Istennek össze is jött. Nem egy új készülék, mert most egy használtat tudtam szerezni, de szintén a Hangszintér Művészeti Iskola igazgatónőjének a jó voltából ezt a laptopot helyrepofozta az iskola rendszergazdája, és akkor újra telepítette rá egy Windows 7-et, illetve a tanára, az animációs tanára, aki még a Gábort is tanította, ugye, Bálint Szilárd tanár úr feltelepítette rá azokat a programokat, amiket tulajdonképpen a Gábornak ismernie kellett, hiszen tanulta ezt a szakmát nálunk, és most így egy kicsikét jobbá tettük, legalább a hétköznapjait egy-egy dialízis után, amikor délután hazakerül, akkor tud rajta gyakorolni, feleleveníti a régi tudását, illetve hát fejleszti is. Uh-huh. Igen, ez volt az első lépés. A második lépésünk pedig az lenne, mivel nem tud bejutni olyan terápiára jelen pillanatban Magyarországon, nem kapott időpontot, ami azt jelenti, hogy nem hogy fél év múlva, hanem 3 évre nincs időpont Magyarországon. Ezért egy olyan maszek klinikára szeretném eljuttatni a Gábort, ahol tényleg ezeket a terápiákat, segítő, javított terápiákat meg tudja kapni, és jobbá tudjuk az tenni. Az mit jelent egyébként, milyen terápiákról lenne szó? Hát itt tulajdonképpen arról, amit már az előbb is említett a Gábor, tehát a gyógymasszőrről, a gyógytornáról, és hát ezt végül is ott a MASZE klinikán kell eldöntsék, hogy neki még mi kapcsolható be, melyik terápia, amelyen segíteni tudják az ő életminőségét. Ugyanez pénzbe kerül, de azon vagyunk, hogy igenis eljusson oda. Beszéljünk egy kicsit a mindennapokról. Ugye arról beszéltünk, hogy a Hangszintér iskolába járt. Igen. Azóta mivel tölti a hétköznapokat? Azóta otthon vagyok. Van egy kis munkám, amit minden nap elvégzek, egy ilyen marketinges online munka. Hogyha éppen azt nem csinálom, akkor dialízis kezelésre kell mennem sajnos, ami azt jelenti, hogy 3:30-kor kelünk, 4:45 körül jön értem a betegszállító, akkor 6 órára vagyunk itt Fehérváron, itt megtörténik a kezelés, 4 óra 5 perc hosszúságú. Utána szintén újra várom a betegszállítót, hogy hazaérjek, 12:30 körül érek haza. Egyébként most is onnan jön. Most is onnan jövök, így van. Akkor hazaértem, megeszem az ebédet, utána aludni szoktam egyet, mert maga a kezelés is fárasztó, korán is kelek. És akkor utána szintén, hogyha van egy munkám, akkor azt megcsinálom, vagy filmet nézek. Most már ugye van a laptopom. Azokkal a bizonyos programokkal van mit bepótolni, mert már nagyon régen volt. Aztán este újra filmet nézek, vagy ilyesmi, és akkor, ha éppen nincs dialízis, akkor meg egész nap feltállom magam ugyanezekkel a dolgokkal. A dialízis egyébként hány napot érint egy héten? A dialízis az 3 nap. 3 nap. Azért az eléggé kimerítő lehet. Igen, hát kimerítő. Az utazás inkább. A család egyébként most már, hogy felnőtt, hogy áll ehhez a dologhoz, betegségéhez? Teljesen jó. Én nem érzem rajtuk most sem, hogy sajnálnának, vagy hogy bármiben hátrányt éreznék emiatt. Mm. Semmi ilyes. Akkor hozzátartozik a dologhoz, hogy Gábor édesanyja otthon van, és édesapjának sikerült újra elhelyezkednie. Igen. Úgyhogy most egy picivel könnyebb a helyzete a családnak. De heten vannak testvérek, úgyhogy nem kis családról beszélünk. Bocsánat. Öten vannak testvérek. Igen. A testvérek egyébként hogy állnak önhöz? Hát segítik? Kettő testvéremmel tartom kapcsolatot, de ők igen. Uh-huh. És barátok vannak Ágnesen kívül? Barátok vannak, azért kevesebb, mint volt, de vannak persze. Egy kicsit érdekes, hogy mostanra a betegszállítókkal, meg a nővérekkel találkozom a legtöbbet, úgyhogy a legújabb barátai, mondhatni, ők lettek. És most egyébként, hogy van számítógépe, vannak tervei ezzel kapcsolatban, hogy bármit a számítógépen keresztül megvalósítanak? Most első körben videót szeretnék vágni, amihez már van némi anyagom, de a nagy része még
egy nagyon régi számítógépem van, úgyhogy azt majd még be kell szerezni. Lementjük. Hát akkor ez a következő lépésünk, ezt még nem mondtad, majd lementjük. És Ágnessel egyébként milyen gyakran találkoznak? Milyen hát, gyakran? Most már minél gyakrabban. Telefonon többet beszélünk. Igen. Mindig, hogyha nekem van hírem, vagy neki, akkor hívjuk egymást. És most jelen pillanatban az öngyógyítását, illetően mik a legújabb fejlemények? Most hol tartanak? Hát a legújabb az lenne, hogy a gyógytornát minél hamarabb el tudjon kezdeni. Hát egyelőre más lehetőség ezzel kapcsolatban nem is nagyon van. Most elnézést, tehát, hogy amíg nem tudom eljutatni Gábort erre a magánklinikára, addig egy-két héten belül egy konduktort fogok küldeni hozzá, aki szintén baráti alapon fogja elvállalni Gábornak a terápiáját, és addig is azt az átmeneti időszakot ki fogja segíteni. Úgyhogy, mert ebben az a borzasztó egyébként, hogy 14 alkalmat kaptál? 14 alkalmat gyógytorna volt. Egészségügyi alapon 14 alkalmat kapott egy fél évre? Egy fél évre. Ami rendszerességében ami... mit jelent? Hát heti kettő volt körülbelül, de uh-huh. Az a baj, hogy ez annyira ritka volt, hogy ennél több kell ahhoz, hogy eredményes legyen. Uh-huh. Tehát egyáltalán nincsenek akkor lehetőségek. Nincs. Tehát most megszűnt ez a lehetőség, ugye, mert ennyit kapott egészségügyi alapon, és akkor így oldjuk meg most ezt a helyzetet, ezt a kínos helyzetet. És akkor hogyan tovább? Azt mondta, hogy egy magánklinikára szeretné bejuttatni, így van, de így van. Azért van még egy olyan hát lehetőség, igen. Ami felmerül. Így van. Hát ami álmunk az, amikor már mondjuk 4-5 professzort megkérdeztünk, és mindennek utána járunk, akkor remélhetőleg előbb-utóbb sikerülni fog. Sikerülni fog. Tehát mi így állunk mindenhez hozzá. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha összejönne az őssejtbeültetés. Reménykedünk benne, hogy ez erre Magyarországon lesz. Már akkor ezek szerint van lehetőség. Itthon szeretnék ezt igénybe venni, vagy külföldön? Én külföldön szeretném igénybe venni, de aztán, miután még nem tudtunk beszélni telefonon, Gábornak már azért vannak újabb hírei 2 nappal ezelőttről. Igen, most már úgy hallottuk, hogy itthon is van lehetőség erre, de hogy konkrétan az én esetemben ezzel kapcsolatban mi a lehetőség, az sajnos még nem tudjuk. Vagy hogy egyáltalán van-e lehetőség. Uh-huh. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy körül kell járni, így ugye van. El kell menni. Így és van. Akkor ön viszont ebben segíteni fog neki. Mindenféleképpen. Uh-huh. És hogyha azt mondják, hogy igen, mehet, akkor mi fog történni? Akkor nincs megállás. Akkor az a végső célunk, és kész. Uh-huh. És ott leszünk. Hát akkor én nagyon-nagyon sok sikert kívánok önöknek ehhez, és nagyon-nagyon reméljük, hogy ez a terv is valóra fog válni, és hogy még azért a jövőben is sokszor beszámolhatunk az ön helyzetéről, állapotáról. Én azt kívánom, hogy máskor is jöjjön és mosolyogva számoljon be egyrészt, másrészt, hogy hát remélem, hogy másoknak is ugye ilyenkor felnyílik a szemük, hogy mik azok az igazi problémák, és hogy hogyan lehet egy-egy gondot azért, és egy-egy élethelyzetet úgy túlélni, hogy nem gondol bele annyira az ember, és inkább megpróbál túllendülni a problémán. Még egy dolog, hogy ugye Gábornak, ha alkalma van valakinek segíteni és lehetősége, akkor Gábort lehet keresni a Facebook oldalon, és akkor nyilván mindenféle módon meg lehet beszélni, hogy hogyan lehet Gáboron segíteni. Köszönjük nagyon szépen. Nagyon sok sikert kívánok önöknek, és köszönöm, hogy itt voltak. Mi is köszönjük a meghívást. Önöknek köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!